Ez a hang varázsolta elkocsisné Auerberg Máriát. A csengőket meséli, annak idején még óvónő korában a gyerekek közé is bevitte, hogy együtt alakíthassanak zenekart. Ekkor kezdődött a gyűjtőszenvedély. Nekem annyira tetszett a hangja mindig, már gyerekkoromban is, és akkor valahogy ezeket megláttam annak idején, és nagyon, hát azok is rend vannak, nagyon megtetszett, és akkor úgy gondoltam, hogy én ezeket szeretném gyűjteni. És akkor így lett belőle ilyen sok. Én elmentem egy Bátorszéken a papír és írószerboltba, a Tarjány Anti volt a főnök, és ott megláttam egy pár csengőt, ami olyan érdekes volt, tehát a fogantyúja egy Mikulás volt, vagy egy fenyőfa, de közben volt körrebben dísz is. És akkor hát megvettem, és utána mentünk Szekszárdra a barátnőmmel, és akkor még volt, ahogy a szekszárdi központ vizébe mentünk a Skála felé, egy ilyen kreatív volt. Na, oda is bementünk, hát ott is nagyon szép, ilyen érdekes csöngők voltak, én azelőtt ilyeneket nem láttam. Na, és akkor ott is megvettem. És akkor hát így lett, vagy 10 darab, és akkor attól kezdve, hogy a barátnőimnek mindenkinek mondtam, hogy hát gyerekek, én úgy gondoltam, hogy én csengőket fogok gyűjteni. És hát amelyik barátnőm, vagy annak az ismerőse, bárhol a világban jártak, mindenki hozott. Tehát van nekem Mallorcáról, Párizsból, New Yorkból, tehát rengeteg-rengeteg városból, Bibióniból, Olaszországból, amúgy olasz, az ott van lent a könyvtárban, és hát Németországból van nagyon sok, mert hát nálunk mindenki ki lett telepítve, és váblány vagyok, és hát én sokat voltam ott kint. Mária azt meséli, Németországban járta a bolhapiacokat egy-egy újabb darab után kutatva. Annyira ismerték már az árusok, hogy félretették neki, ha találtak egy érdekesebb példányt. Pár márkáért lehetett kapni, ez akkor még márka volt, és akkor ott kezdtem el venni, és hát elég sokat sikerült, mert hát úgy körülbelül 50 kilométeres körzetben jártunk, és a többit meg hát amerre jártam én is, mondjuk ez a siófoki, a barátnőmmel voltunk egyszer nyaralni, és akkor a Siófokon ezt találtam, és a Szentendrei, pedig volt egy német egyesület, vagy hát van is, én voltam az egyik vezetőségi tagja, és sokat mentünk kirándulni. És akkor hát elmentünk többek között Szentendrére is, és hát ugye a Kovács Margit Múzeumban, hát ott is vettem egyet, az is rend van a könyvtárban, a Kovács Margit csinálta az egy hölgy és csöngő. És akkor hát ezt meg egy másik boltban találtunk, amire ugye rá van írva, hogy Szentendre, mert hát arra nem volt ráírva, csak egy KM jelzés. És hát így kezdődött, és hát most addig, hogy már olyan körülbelül 350 darabon van. A gyűjtemény egy része Mária lakásában pihen, ám egy másik felét bárki megnézegetheti, ha betér a városi könyvtárba. És nem találják ki, mi az, amit szépnek tart a gyűjtőhölgy egy-egy csengőben. Egy az, hogy a különböző formája, mert azért nem egy formák, meg a fogantyúik általában, tehát azok általában különlegesek, mert a legtöbb, amit külföldről hoztak, mondjuk a fiamék voltak Új-Zélandon. Na ott is mondjuk a csengőforma megvan, de a fogantyúja, ott rajta van a sziget, az ki van vágva, körülötte a zászló, és akkor egy érdekes madár, de most már megint nem tudom a nevét, ami csak ott van, az van középen ugye ebbe az országba, és hát rá van írva, hogy Nagy-Zéland, akkor hát mondom, Brüsszelből például hozott az egyik ismerősöm, aminek a fogantyúja az a pisilos kisfiú, ami a Brüsszelre vonatkozik, tehát a legtöbb csengőnek inkább a fogantyúja fogott meg, hogy az olyan jellegzetes, tehát az országra vagy a városra jellemző dolgok vannak rajta. Én óvonő voltam, megmondom őszintén, és valahogy ugye sok hangszerrel dolgoztunk, és köztük volt a csengő is. Nekem már akkor az volt a kedvenc hangszerem, hogy a gyerekek is szerették, mert különböző hangja van. Hát attól függ, hogy miből van, meg hogy csinálják meg. És akkor hát ugye a gyerekekkel nagyon sokat idézőjelben zenéltünk, mert Németországban voltam többször, így az iskolában, az óvodán keresztül, és ott mindenki tanul zenét. És akkor hát én gondoltam, hogy én átoztam ide Magyarországra, és akkor hát ott kezdődött leginkább az óvodában az egész szeretet, hogy megszerettem a csengőket. Nekem, ami
nagyon-nagyon kedves csengőm az Olaszországból van. Az egyik barátnőm hozta, aki sajnos már nem él, és annak is a fogantyúján van rajta a metropol, vagy az a féring, meg a még egy jellegzetesség, most nem tudom, Olaszországból, és az valahogy, ugye, mivel ugye a barátnőm hozta, és így járt, ahogy járt, az valahogy nagyon nagy a szívemhez nőtt az a csöngő. Soha nem gondolkodtam azon, hogy cseréljek másokkal, mert nem is tudok olyat, aki rajtam kívül még gyűjtene. Pedig biztosan találnék olyat, ami tetszene, mondja. Szívem szerint bővíteném a kollekciót. Így is próbálom gyűjteni, mert hát most karácsonyra is ugye a barátnőimtől különböző csengőket kaptam. Hát azokon ugye nincs ráírva semmi, csak különböző karácsonyi mintam van rajta. Meg érdekes az egyiknek a fogantya, tehát az is ott van lent. Szóval általában, hogyha meg amerre ők járnak, azok mindig valamit hoznak. Szóval mindig New Yorkból van, az egyik barátnőm lánya ott volt kint, akkor Angliából, Londonból, tehát így jönnek össze a dolgok. A réznek, azt maga is tudja, hogy megint más hangja, az üvegnek megint más hangja, és akkor hát szoktunk mi öregek zenekart alakítani a csöngőkből, és akkor ki ezzel csönget, ki azzal csönget, ütemre, és hogy ilyeneket szoktunk, olyan művész idézőjelben, művészélek vagyok ilyen szempontból, hogy a hangja fog meg általában. Mária nagyon szeretné bővíteni a gyűjteményét egy Svájcból származó darabbal, onnan még nem találkozott csengővel. Úgyhogy ha valaki arra jár és eszébe jutna Mária gyűjteménye, ő szívesen fogadná.